Paniculata Sweet Summer Dream, a rózsaszín bugás lángvirág, ez ilyen 80 cm magasra megnövő, felálló száron, nagyon szép évelő. Érdemes nem hagyni kiszáradni a tövét, ez különösen a 2022-es nyár után mondom, hogy nagyon sok helyen volt, hogy rommá volt, száradva, lisztharmatos volt, minden baja volt, de egyébként egészen-egészen fantasztikus szépségű. Hát, nagyon édes illata van, nagyon-nagyon kellemes. Foltokba tegyük le, tehát itt most ugyan van egy 10-12 darab rendelés összekészítve, de érdemes ilyen foltba kiültetni. Ha valaki egy bugás lángvirág, egy ilyen rózsaszín bugás lángvirágot ültet, én mindig azt szoktam javasolni, hogy érdemes legalább egy ilyen 1-1,5 négyzetméterbe gondolkodni, mögé nagyobb növényeket tenni, örökzöldeket, elé még jöhetnek kisebbek, hiszen számtalan olyan évelőnk van, vagy éppen egy nyárénk, amik ilyen 10-20-30 centisek. Ez egy tökéletes lépcsőfok, valahol az első szint és a középső szint, vagy az utána levő szint között. Hát egy lángvirág nem lángvirág, tartja az ősi mondás, érdemes tehát csoportba ültetni. Nagyon szépen megújul, tavaszonként vissza lehet vágni, hogyha bármi baja van a nyár folyamán, mert elverte a jégeső, vagy elszáradt tőről, nagyon szépen meg szokott újulni, legfeljebb akkor abban az évben elbukjuk a virágzást. És hát igazából pedig egy nagyon hálás, kellemes illatú, olyan igazi vidéki kert hangulatot lehet vele teremteni, és hát egyre többen szeretnének ilyen hangulatot teremteni. Gyümölcsösök elejébe beletenni, szegény növénynek a zöldséges ágyásból, úgyhogy tulajdonképpen a lángvirággal kapcsolatban, és ezzel a rózsaszínvirágú lángvirággal kapcsolatban is érdemes így lazán gondolkozni. Szerintem akkor adja igazán ki az erejét, akkor mutatja meg igazán a szépségét, hogyha tényleg egy ilyen tömbben van, és hát legalább egy ilyen 6-8 tövet tudunk ültetni mondjuk egy 1,5 négyzetméterre.